Üdvözletem! Ez itt a Horoszkóp, és ebben a videóban a Poltergeist kopogó szellem című filmről szeretnék nektek beszélni, úgyhogy vágjunk is bele. A Poltergeist című film 1982-ben jelent meg, és ez nekem egy nagyon jó élményeim fűződnek, ugyanis hát ha nem is annyira nagyon fiatal gyermekkor, de ilyen 12-3 éves lehettem, talán picivel több, amikor ezt a filmet elsőnek láttam. VHS-en kölcsönöztem ki a helyi videótékából, és addig ugye már ezzel láttam jó pár horrorfilmet, de ezt addig ugye nem, ez ugye kimaradt, azért már jó pár filmen túl voltam. És akkor ugye egyszer láttam a videótékába, egy elég régi VHS volt, és már ez is inkább meghozta a kedvemet. És úgy voltam vele, hogy egy régebbi videókazetta, ráadásul láttam, ez egy régebbi horrorfilm, nagyon tetszett a posztere, ugye a kislány ugye hozzáér a tévéhez, amit ugye meghagytak ugye ezen a angol Blu-ray kiadáson is. Egyébként ezen angol hangangol felirat van, nagyon szép, gyönyörű a képe, aki szeretné, az vásárolja ezt meg, bár extrák tekintetében nincs eleresztve, a film az gyönyörű minőségben van meg, és úgy voltam, ezt meg kell néznem. És hát megmondom őszintén, nem bántam meg. Tehát ez egy ilyen egy tipikus, igazi, nagy filmes élménynek tudnám mondani. Tehát nem egy olcsó kategóriás film, hiszen ugye a sztorit írta, és a producere volt Steven Spielberg a filmnek. A filmet pedig Toby Hooper rendezte, aki a texasi láncfűrészes mészállást is papíron, de erre majd kitérek. Na de hogy miről szól ez a film? Hát igazából arról szól, hogy van egy elég sikeres ingatlan ügynök, aki egy nagy vadonatúj építésű kerületet árusít ugye különböző embereknek, és ő is beköltözik az egyik ilyen házba, amit árusít ugye. Hát igazából nem az van, hogy bort iszik és vizet prédikál, hanem ő valójában ott is él. És ugye egy ahogy többen mondták, ez egy középosztályú család, ahogy olvasgattam a film után, szerintem az elég tehetősek voltak, tehát ez a tipikus amerikai család, hogy addig minden a gyereknek, például a kisfiúnak minden Star Wars-os volt, ugye mindenkinek meg volt ott minden, nekem ez nem a középosztály, legalábbis Magyarországból kiindulva, de hát ezek szerint Amerikában ez az, illetve hát látszik, hogy a házak ugye nagyon-nagyon ugye egyformák, ugye, tehát hogy tényleg egy vadonatúj építésű kerület, ugye hasonlóak nagyon a háza. Tök jól mennek a dolgaik egy bizonyos pontig, ugyanis egyik éjszaka a kislány elkezd beszélgetni a tévével. Pedig ugye nincs is benne adás, ilyen fehér zaj megy ugye a tévébe, és azzal kezd el beszélgetni a kislány. És fura is a szülőknek, hogy miért csinálja ezt a kislány. Ugye, hát na, úgy vannak vele kisgyerek, csinálnak a kisgyerekek fura dolgokat, és annyiba marad az egész. De aztán egyre furcsább és furcsább dolgok történnek. Például egyik éjszaka kijön egy ilyen entitás a tévéből, ugye? És akkor kezdődnek ugye el a problémák. A kislány azt is mondja, hogy itt vannak, hogy megérkeztek. És ugye a szülők nem tudják, hogy mire gondolnak. És egyik ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen esemény által a kislányt elrabolják, ugye? Ezek a kopogó szellemek, ugye. És a szülők ugye kétségbe vannak esve, és hívnak mindenféle, hát tudóst, hozzáértőt, ugye, egy ilyen hát fiatalabbul álló társaságot, akik próbálnak ugye segíteni nekik, hogy megtalálják ugye a kislányukat. És hát ugye erről szól az a film, és van a filmben egy ilyen parafenomén, akit Tanginának hívnak a filmbe, ha jól emlékszem. Nincs ráírva, de úgy emlékszem, hogy Tanginának hívják, egy ilyen alacsony nevésű hölgy, akinek nagyon magas hangja van, és egy annyira egy karakteres személyiség a filmben, de egyébként mindenki a filmben. És mindenki szeretető. Még például a szomszédjukat is bírom a családnak, akikkel például a főszereplő apa egyfolytában valami szinten összekap ugye a szomszédjával. Például egy távirányítójuk van, ugye? Két külön háztartásban, de olyan a távirányító, hogyha kapcsolgatják, akkor egymásnak az adása is el tud menni. És hogy azzal is vitázik. Úgyhogy nagyon jól fel van építve ez a film, még ezekre a dolgokra is azért időt meg energiát fektettek.
És van egy jelenet a filmben, hogy a kislánynak meghal a háziállata, és ezt a háziállatot elássák a kis kertjükben oda. És a családapa viszont egy medencét akar ugye letetetni, és azt is kezdik el csinálni egy hatalmas markolóval, és hogy dúrják fel a földet, úgy pont ennek a kis házi állatnak is a kis doboza ugye feldúródik a föld alól. És ennek jelentése van a filmben, csak nem akarom lelőni, hogy mi a jelentése, hát aki látta a filmet, azt tudja. Csak ezt is például most vettem észre, tehát hogy ahányszor megnézem, mindig újat ad ez a film. És ezt a jelentet csak most vettem, hogy hoppá. És mindenki kedvelhető egyébként ebbe a filme. És itt kitérnék arra, hogy maga a filmnek a történelmére. Ugyanis ez sokaknak ugye kérdős, hogy valójában ki is rendezte ezt a filmet. Toby Hooper, aki fel van tüntetve, mint rendező, vagy Steven Spielberg, aki ugyebár a másik volt, aki producer és a történetnek az írója is volt. Ugyanis nagyon sok minden ebben a filmben nagyon Steven Spielberges. Tehát egész film, én mondom, ilyen grandiózus, tehát aki látott egy Steven Spielberg filmet, az tudja, hogy abban van pénz igazából, meg van egy megjelenése ennek a filmnek, ott minden a helyén van. És rengeteg ilyen storyboard van, amit a Spielberg rajzolt le, tehát ugye ezek a skiccek, és benne is vannak a filmben azok a jelenetek. Tehát több ilyen videó is van a YouTube-on, hogy próbálják ugye ezt ecsetelni. És például van egy olyan rész ugye, hogy van egy ilyen fürdőszobai szekrény, az egyik szereplő ugye kinyitja, becsukja, és mint a szétolvadna az arca. Akárcsak az elveszett Fridlágya fosztogatóiba, ami egy éve jött ki ezzel a filmmel együtt. Szóval nagyon sok olyan érdekes dolog van, illetve több színész is mondta, hogy nem igazán látták Toby Hoopert sokszor a forgatásokon, de Steven Spielberget igen. Ami nem jelenti azt, hogy nem volt ott Toby Hooper, mert aki látott egy interjút a Toby Hooperrel, azt tudja, hogy egy nagyon csendes személyiség volt. Illetve rendszeresen vitáztak Toby Hooper is, meg Steven Spielberg is, mert Spielbergnek nem igazán tetszett sokszor, amit Toby Hooper csinált, Hoopernak ugye nem tetszett, hogy Spielberg ebbe beleszólt, és vitáztak, sőt, ennek hangot is adott Steven Spielberg, de később bocsánatot kellett ezért kérnie, ugyanis behoztak valamilyen szabályzatot, hogy nem szabad lejáratni egy másik rendezőt, nem szabad ugye beleszólni a munkájába olyan szinten, hogyha producer valaki. És aki látott viszont Toby Hooper filmet, például a Texasi láncfűrészest, az tudja, hogy ez egy ilyen dokumentarista stílusban készült film, az egy ilyen igazi nyers film, vagy amit csinált előtte még az Eaten Alive című film, ami hát messze nem olyan jó, mint a Texasi, és messze nem olyan jó, mint ez a film. Illetve Hoopernek egyik munkája se tudnám azt mondani, hogy hasonló hangulata lenne, mint ennek, hogy ilyen grandiózus lenne, mint a Poltergeistnak. Ami nem azt jelenti, hogy nem ő rendezte, csak nekem fura lenne, hogyha azt mondanák öt rendezőt, és egy Hooper lenne, és megkérdezik, hogy ki rendezte ezt a filmet, én nem biztos, hogy Hoopert egyáltalán eszembe jut, hogy ő rendezte. De viszont persze vannak fotók, videók, hogy ott volt Toby Hooper a forgatáson. Csak mégis mondom, az egész film az annyira inkább Spielbergre van szerintem. A másik érdekesség ugye a kislány, aki játszotta az egyik főszerepet, akit ugye elrabolnak ezek a kopogó szellemek, a poltergeistok, Heather O'Rourke a kislánynak a neve, szegény 12 évesen meghalt. Ebben a filmben jól tudom, 7 éves volt szegény. És benne volt még a Poltergeist második és a Poltergeist harmadik részébe is, és szegény utána nem sokára meg is halt. Ami szomorú, mert amúgy egy nagyon tehetséges kislányról van szó ebben a filmben is. De mondjuk ebben a filmben mindenki nagyon jó volt, tehát ezt azért mondom, hogy itt A-tól Z-ig ebben a filmben mindenki erőn felül teljesít. A speciális effektek pedig, hát a kornak úgymond megfelelőek, lehet, hogy egy mostani fiatal látja, aki mondjuk rajong az ilyen démonok között, Insidious filmek, és azokat szereti nagyon, azok is ugye jók, azok nem biztos, hogy ez a fajta filmkészítési módszer ugye bejön, tehát pontosan ezek a speciális effektek. Viszont én meg ezeket imádom. Tehát én ezzel nem tudok mit csinálni, én imádom, nem szeretem a CGI-t, én ezeket a fajta effekteket imádom. A filmnek maga a képi világa, a színezése gyönyörű, illetve az, hogy magára tényleg filmre forgatták, annyira mások a színek benne, gyönyörű színek vannak a filmben. Imádom a történetét, a filmnek a történelmét, mindent, ami ez a filmmel kapcsolatos. Ez nekem egy tökéletes horrorfilm, 10/10-es, ha Hooper rendezte, ha nem, nekem ez egy 10/10-es film. Hogyha csinálnak egy olyan listát, hogy a kedvenc Toby Hooper filmek, akkor ezt tenném elsőre. Tehát az tuti.
Úgyhogy sajnos, hát nem sajnos, igazából van két folytatása, sőt még ugye a TV-film sorozat is, ha jól tudom, már azt nem láttam, hogy a folytatások azok ugye nem érték el ezt a színvonalat, ami ugye érthető is, mert ezt nagyon nehéz átugrani, illetve van egy a remake, tehát az viszont a valaha készít egyik legrosszabb, legbárgyúbb remake szerény véleményem szerint. Úgyhogy ennyit mondtam volna erre a filmről, érdekel, hogy neked mi a véleményed a Poltergeist legeslegelső részéről, illetve szerinted Tobi Hooperes vagy Spielberges inkább a film. Köszönöm, hogy nézted ezt a videót, iratkozz fel a csatornámra, légy szíves, dobj egy lájkot, és a következő videóig is béke!